Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit. Hát nem tudom, hogy hol kezdjem. Most volt egy ilyen több mint 8 napos kihagyásom, ami igazából annak köszönhető leginkább, amit itt mögöttem láttok. Igazából annyi, hogy fejlődött a stúdió. Fejlesztettem a stúdiót, meg is mutatom. Leginkább ez a zenéket fogja egyébként segíteni. Tehát oda fel lett szerelve egy másik mikrofon. Egy ilyen jobb minőségi mikrofon, mint ez. Illetve körbe lett téve a hangszigetelő szivacsokkal, oda lett téve a tévé, mondjuk ez annyira nem fejlesztés. Aztán így kb. Ennyi, ami történt, viszont én ezekkel a hangszigetelő szivacsokkal szenvedtem, el kellett értem menni, meg minden. Aztán ja, meg hát a napokban sokat teszteltem a mikrofont, elkezdtem egy zenét is csinálni, amit egyébként aki követi Instagramon, az már hallhatott belőle egy részletet, csak úgy halkan megsugom. Ugye kitettem Instára azt a kis részletet a zenéből, megkérdeztem, mi a véleményetek. Imádtátok, szóval lesz zene az elkövetkezendő hetekben, talán. És ugye, mint látjátok ott fönt, egy popfilterem van, és az átkerült oda, szóval imádkozok, hogy itt a P betűs hangokkal nem lesz gond a másik mikrofonommal. Na de viszont a mai videóban ismét para videókat fogunk nézni. Nem szeretem azt, amikor egymás után két ugyanolyan videó van a csatornámon, mert az előző is ugye ilyen para videó nézéses videó volt. Tehát itt beletekertem és láttam, hogy ezek tényleg parák és ijesztőek, szóval ezt mindenképpen meg kell csekkolni. És igen, elég rosszul érzem magam amiatt, hogy most 8 napig nem volt videó, igazából nem is tudom, mikor volt legutóbb ilyen, hogy ilyen hosszú ideig ne legyen videó. Szóval megpróbálkozok azzal, hogy most hétvégén, tehát ma, szombat, vasárnap lesz 3 videó, és igazából jó lenne ezt tartani. Tehát egy ilyen heti 3-4 videóval szeretnék nektek jönni, csak őszinte leszek, kezdek kifogyni az ötletekből. Nincsen már olyan kreativitásom, mint régen, mivel eléggé korlátozott mennyiségű azok a fajta videók, amiket tőlem néztek. Tehát például tudom, hogyha én átváltanék horrorról másra, akkor elvesztenék a nézőim felét. Tehát mindenképp a horrornál kell maradni, viszont a horrornál meg nincs annyi téma, hogy heti sok videót ki tudjak tenni. Szóval, mindegy, gondolkodok, hogy mi lenne a legjobb. Most arról a videóról fogunk csatornát nézni, ahol a csávó mindig így beszél, hogy na. Hold up, wait a minute, something ain't right. A videóról fogunk csatornát nézni. Number 10. Masked creature. Well, someone's spider crawling might seem harmless. This human looks even creepier for the way it moves. Published to Facts and Mysteries in November of 2021. This aberration. Novemberben volt ez a videó. Ez valami. Ez mi? Elhagyatott ház. Oké, ezt tudom, de milyen? Ott volt valami. But they later hear the creature's animalistic growls while in a dark and low-ceilinged basement. Jaj. Ott is ott volt valami is. Mi volt az a hang, amit kiadott? Ott van. Menjetek már innen. De az mi? Kúszik, tehát így megy. Jó. Elég kamu. Kamu szaga van, tehát eddig hihető volt és eddig jó volt, de most így megláttuk közelebbről. Nekem ez elég kamu szagú. Ja, hát nézzétek meg, ez egy ember beöltözve. Hát nem tudom, viszont lenémítom ezt a csávot, mert tényleg idegesít. Alávágok valami parazenét. Nézzétek meg, ez valami maszk van a csávon. És ők sem menekülnek el, tehát ha ti elmennétek egy elhagyatott épületbe, akkor csak megijednétek egy ilyentől, nem? Nem azon, hogy videózzátok és várjátok, hogy még közel menjen felétek. Hát nem tudom, ez elég kamuszagú, de még folytatódik. Nem, ennyi. Hát... kamu. Kijelenthetjük. Na itt mi van? Dobolások vannak ezerre? Ott a jobb oldalt kell nézni valamit, ott valami ki volt nyilazva. De mi? Ott állt a mami. Ott állt a mami. És most már nem. Nézzétek meg, ott áll valaki. Az egy néni. Jaj. Nyilván mondhatom azt, hogy meg van játszva, de ki tudja. Tehát ott lehet tényleg az anyuka vagy a mama áll. Megrendezett videó, aztán lehet, hogy amúgy nem. Ki tudja. Na, kövi felvétel.
Tehát... Hát valami elkapta. Igen. Gondoljatok bele, hogy éjszaka van, sötét, kimentek, tegyük fel a hűtőbe. Hűtőbe? Kimentek a hűtőhöz, és egyszer csak így megragadt titeket egy ilyen, azt hiszitek, hogy van valaki a házban, rajtad a kívül, nem talál senkit, visszanézed a felvételt, és ezt látod, hogy a semmi elkapott téged. Lehet ez lenne az utolsó napom ebbe a házba. Azta. És ezért ott van a fekete árnyék, és elkapja tőle. Szegény csávó. Lehet összeszartam volna magam kétszer. Ott egy néni, meg egy kisgyerek. És mit kell nézni? Aha. Ott valami elment. Ennyi? Ott valami elsétált, igen. A nő azt látja. A nő azt látta, figyeljétek a fejét! Mi van hangja is. Van tekerünk vissza, mert hang nélkül néztem. Mit csinálsz? És közben a kutya is nagyon ugatja. Mindig ott áll. Aztán végül visszamegy. Aha, oda mennek. Ott van még mindig, nem? Ennyi. Hát ez mi? Az egy ember volt, aki fel akart törni az autót, vagy az egy szellem volt. A kutya is nagyon ugatott. Oké. Okay. De ez egy fehér kis valami. Hát nem tudom. Erre nem tudom azt mondani, hogy a kamu. Igazán nem tudom, mi történik, hogy az ott most mi. Nem rajzolódik ki, hogy ez egy ember lenne, de ő meg látott valamit. Tehát ő gondolom egy embernek nézte azt, ami ott van. Mert úgy beszélt hozzá, mint egy emberhez. Hát nem tudom. Minden a felvételről nem látszik, hogy mi lenne ott. Nem tudom. Oké. Okay. Beszélgetnek. Ott van valami a háttérbe. Aha, azt kell nézni. Várjatok már, most nézem. Az egy macska, vagy az egy kutya? A kutya az itt fekszik. A tükörbe viszont már nem. Ott meg ül. Ezt nagyon könnyű megcsinálni nyilván. Hogy kamu legyen. Lehet, hogy a haverjait akarta megprenkelni, és várt, hogy észrevegyék. Már úgy ezt csak meg kell maszkolni. Mint a mozogott... Az ott nem mozog, az szerintem csak egy simán egy kép. Át mozog. Úha. Nem tudom. Mozog, látjátok a fejét? És ott meg fekszik. Anyám. Nem tudom. Előre felvett videó. Ahogy ül a kutya az ágyon, és azt maszkolta ki. Nem tudom. Oké, okay, barátunk drónozik. Mit kell nézni? Most, igen, most visszanézi gépen a drón felvételt. És valamit látni fog, ami kifogásolható? Ja, ezek képek. Igen, beállította ilyen éjjeli mód. Hát, ez nekem nagyon oda van szerkesztve. Tehát mutatja, hogy itt nincs ott, és ahogy átvált az éjszakai képre, ott... Ott már ott van. Hát, nem tudom, nekem tudjátok, mi most mi jutott eszembe? Az, hogy... Egy ilyen képre, ami nagyon sok szín van, meg minden, nagyon nehéz jól ráfotoshoppolni bármit is. Nagyon részletesen meg kéne effektelni, meg minden. Viszont ha ebben a zöld módban nézzük, akkor ugye minden zöld, és elég csak zöld,
színnel bevágni ide egy szellemet. Tehát nem kell odafigyelni a színekre, az árnyékokra, meg mindenre. Szóval ez meg van szerkesztve, szerintem. De nem tudom. És nekem most értem az jött le ebből, hogy sokkal könnyebb egy ilyen, hát, ilyen színű képre befotoshoppolni bármit, mint egy ilyen nagyon színes képre. De szép pixeles. Meg tudom számolni a pixeleket. Hát, az mi? Elrepül! Igen, ott sétál valami. Isten se tudja, mi ez. Aztán gondol egyet, és ő elrepül. Mint a izé. Vasember is. Hát nem tudom, mi ez. Itt ennyi a probléma, hogy nem tudom, ez most egy erdő, és ezt egy fedélzeti kamera vette fel, vagy egy... Mit tudom én mi, és... És nem tudom. Lényeg, hogy valami elrepül, amiről nem tudjuk, hogy mi. Na jó van. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Írjátok le, hogy az adott felvételekről nektek mi a véleményetek, hogy szerintetek igazak-e vagy sem. És vitassuk meg kommentbe. Mivel én mondom, én próbálom a reális oldalát nézni ezeknek a felvételeknek, de kíváncsi vagyok nyilván a ti véleményetekre is, mivel lehet, hogy én szarul gondolkodok. És hát akkor holnap találkozunk, ha minden jól megy, és nem jön valami közbe. Addig is jók lehetek. Azért, hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és lájkoljátok a videót. Addig is jók lehetek. Sziasztok!